Elkészült a 130 fős turisztikai komplexum, a Zsindelyes Cottage. A családi beruházásban épült turisztikai komplexumot Érpatak határában építették, több mint 600 millió forintból, amelyhez 593 millió forint állami támogatást kapott a Zsindelyes Tanya kulturális értékeinek megóvásáért alapítvány. A most átadott beruházást a jövőben wellness részleggel és kalandparkkal bővítik majd. Elkészült a 7 egységből álló Zsindelyes Cottage. A Zsindelyes pálinka főzde és a Zsindelyes kóstolóház sikere után épült fel most ez a turisztikai komplexum. A pálinka turizmus sikerességét jelzi, hogy a kóstolóházat 10 év alatt már 16 ezer látogató kereste fel. A mostani beruházásnak a terve már 10 éve elkészült, a megvalósítása 14 hónapot vett igénybe. 130 főt tudunk leültetni az asztalokhoz, megvalósult egy olyan szálláskomplexum, amiben 12 szoba van, pontosabban 12 szoba, illetve egy apartman tartozik hozzá egy tájházként, de mind teljesen autentikus, mondjam azt, hogy hiteles környezetet próbáltunk felépíteni, de ugyanakkor a mai kor követelményének megfeleljen. Tehát van egy szállással kapcsolatos komplexum, megépült egy olyan bemutató épület, bemutatóház, ahol az 1984-ben üzembe helyezett pálinka főzőt kvázi újraépítettük. Április 22-én nyugdíjba lett vonultatva, és annak a múzeális értékké vált. Hát egy interaktív múzeumot próbálunk ott kialakítani belőle, illetve a hetedik része, A mesterséges tón kívül egy Szent Miklósról elnevezett kápolna, ami május 26-án lett fölszentelve. Tehát igazából több réteghez próbálunk igazodni. Egyrészt van egy konferencia turizmus, amiben reményeink szerint kisebb létszámmal ez helyszínt lehet. Valahol csak megszálló vendégek. Újfehérváron nem volt szállás lehetőség nagyon-nagyon sokáig, sőt azt hiszem most egy pár hónappal ezelőtt létesült az első. Az egyházi turizmusnak is valamilyen szempontból helyszíne lehet, ugyanis a Mária Cél, Mária Pós, Csíksomjó, Mária út itt megy el előttünk. Tehát úgy gondolom, hogy ennek is valamilyen szempontból helyszíne lehet ez az épület, illetve bárkinek gyakorlatilag, aki megszállni jön, illetve a térségnek a turisztikai csodáit akarja megnézni a nyírségben, annak egy helyszíne lehet. Illetve ami legfontosabb, hogy a pálinka turizmussal kapcsolatos tevékenységet azt folytatni akarjuk, mert végül is mégiscsak a pálinka van középpontban. 30 rendezvény az biztos, a neheze most következik, mert ezt élettel kell megtölteni. Szeretnénk tovább építeni, egyrészt egy Dezsőfi emlékportát megépíteni az útnak a másik oldalán. A vendégházakhoz mindenképpen a mai kor követelményhez hozzátartozik, hogy egy bizonyos rekreációs tevékenység, tehát a wellness részt meg kell építeni. Kicsi épületről lévén szó, ezt jövőre szeretném megcsinálni, egy kalandparkot hozzákapcsolni. Talán ez a legkövetkező, ez három komoly történetről van szó, hát remélem, hogy ezt sikerül megvalósítanunk. A nyírségi homok sok feladatot ad a gazdáknak, azonban itt is lehet sikereket elérni, emelte ki a térség országgyűlési képviselője. A nyírségi homokot együtt tapostuk Pap Józseffel és az itteniek jó részével, és tudjuk azt, hogy mekkora küzdelem egy ilyen komplexumot fejleszteni, létrehozni a nyírségi homokon. Nos, a gondolatmenetemnek a vezérfonala az, hogy tehetséges emberekkel a nyírségi homokon is lehet nagyot alkotni. És ennek vagyunk most szemtanúi, kedves barátaim, kedves vendégek. Mert hogy annak idején abból a kis 6x8-as házacskából, ugye, ha jól emlékszem, vasutas szolgálati lakás volt. Egy vállalkozó szellemű úriember lévén, ugye még a 80-as évek közepét éltük, egy vállalkozást indítani, és utána ezt generációknak átadni, és értéket teremteni a nyírségi tájban, az egy nagyon megtisztelő és nagy tehetséget kívánó feladat. A Magyar Országgyűlés alelnöke a rendezvényen beszédében kiemelte, az újfehértúji vállalkozás sikerre van ítélve. Egy olyan objektum került a magyar turizmus térképére, amely példát mutat a jövőbeli beruházásoknak is. Tudom, mit jelent megküzdeni a három aranykoronás homokon az életért, mekkora kreativitás, mekkora elszántság, mekkora erő, energia kell ahhoz,
hogy ott alkossunk. Az életben benne van a szép, csak meg kell látni. Meg kell látni, hogy nőni akarnak a fák, és elsokasodni a zölden ringó rengetegek. Írja a költő. Pap József és családja, Kecskés családdal együtt nem csak meglátta a lehetőségeket, nem csak megérezte a lehetőségeket, amit ez a gyönyörű vidék, egyébként ez a komoly feladatot adó vidék ad az ember számára, hanem meg is létre is hozta azt az alkotást, ami az ő képzeletében már akkor ott volt, amikor méregette, hogy mit lehetne kihozni ebből a gazdaságból, ebből a környezetből. De azt gondolom, hogy akkor is ott volt a képzeletében, amikor arra gondolt, mikor a szülői házból indult, hogy hogyan lehetne emléket állítani a szülőknek, a nagyszülőknek, hogyan lehetne átmenteni azokat az értékeket. És ugyanakkor azt is elkezdte megvalósítani, és konkrét terve volt arra, hogy hogyan lehet a hagyományokat és az újat, a korszerűt ötvözni úgy, hogy abból egy térség felemelkedését is segíteni tudja. A rendezvényen az agrárminiszter köszöntőjében úgy nyilatkozott, a zsindelyes cottage annyira illeszkedik a környezetbe, mintha mindig is itt lett volna. Ez lehet majd a sikerességének is az egyik fő oka. Valahol együtt van jelen a múlt, a jelenben, egyúttal a jövőt is átérezve. És pontosan ezért, mivel ez egy ilyen nagyon különleges helyzet, nincs is rá még magyar szavunk. Ugye milyen érdekes? A cottage-ot használjuk, mert nem találjuk azt a magyar szót vagy kifejezést, ami ezt a vidéki életérzést meg tudná jeleníteni, ami mégsem magában azt a lesajnáló, lecsupaszított érzést jelenti. Hanem pontosan azt a harmóniát, amire ma a 21. században a városi embernek a nyüzsgés, a terhek, a stresszes életmód, a küzdés után valahol vágyik arra, hogy megtérjen, hazatérjen, hogy pihenjen, kikapcsolódjon. Az újfehértói családi vállalkozás sikereit Sesták Miklós kormánybiztos is méltatta a zsindelyes cottage átadóján. Azon gondolkoztam, hogy mit is üzenhetnék én a családnak, mit is üzenhetnék én most az itt jelenlévőknek. És az jutott eszembe, hogyha feltennénk nem az itt ülőknek, hanem mondjuk 100 embernek azt a kérdést, hogy lehet-e minőségi turisztikai komplexumot létrehozni. Kedves Miklós, ha megengeded, a te szavaidat fogom idézni, a nyírségi homokon, ráadásul 3 aranykoronás homokon, akkor sokan azt mondanák, hogy lehetetlen. Mi pontosan tudjuk, itt, akik itt élünk, hogy sokszor dobálózunk azzal, hogy lehetetlen, és vannak családok, és azt gondolom, hogy a pap és a kecskés család pont ilyen, aki bebizonyította nekünk, az itt élőknek, itt a szabolcsiaknak, az oly sokszor lesajnált szabolcsiaknak, hogy igen, ezt meg lehet csinálni. A zsindelyes cottage turisztikai központ építése több mint 600 millió forintos beruházás volt, amelyet 593 millió forint visszanemtérítendő támogatással segítette az állam.